videót a notebook.hu támogatta. Na hát szavaztok, srácok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Megint a hajnali órákban vagyunk. Utoljára ilyen akkor volt, amikor a Builder Simulatorra játszottunk, de megjelent a határőr játék, mármint hogy nem megjelent, hanem megkaptam a kódot. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a fejlesztőknek. Úgyhogy jelenleg itt vagyunk, és akkor hát nyomjuk a dolgot. Van itt nekünk először is egy újságunk, amiben az van, hogy Nikolaj Roznikovot hát elég komolyan figyelgetni kéne, ugyanis ő valami terrorista szövetséggel van kapcsolatban, ilyesmi, úgyhogy erre majd odafigyelünk. Na, jó van. De itt az első emberünk, hoppá, törött üveg, meg ilyesmi. Ha nem láttátok volna az előző részeket, akkor a leírásba, nem a leírásba, ide kártyára, ide teszek kettőt egyből, mert hogy azok voltak az elsők, de akkor tulajdonképpen arra van szó, hogy jönnek az emberek, és át kell őket kutatni, meg ilyesmi, hogy beengedjük-e őket az országba, avagy nem. Oké? Jó napot kívánok, adja oda kérem szépen a dokumentumokat. És ha továbbra is tetszik nektek, srácok, akkor ne felejtsetek el majd nyomni egy lájkot a videóra, közben figyelek. És akkor itt azt kell ugye nézni, hogy regisztrált ez a vehicle card, és akkor milyen néven van, Andrei Ivanovics, ez meccsül, 1700 kiló lehet a maximum, ugye itt többet nem kapunk, inspection report, igen, és akkor itt kell ugye, jó, tehát itt kéne átnézzünk, itt látjátok van egy törött üveg, kettő törött üveg, hoppá van, akkor ezeket már meg is fogjuk, és beleírjuk ide, nem ide, szóval ide felkattintunk, és akkor itt ugye van kettő törött üveg, azt már be is írjuk. Van itt Broken Lights is, ugyanis törött egy világítás. Kussoljál már, figyelj! Nem tudom kiszállítani most. Kettő törött lámpa, hoppá van. És akkor ide törött lámpából is kettő. Vigyázzál oda! Jó. És akkor most a rendszámot leellenőrizzük. Azt mondja, hogy van itt nekünk egy NDQ 3772 XD. 3772 XD, itt ez stimmülős. Itt pedig 3772, itt is stimmel. Oké, akkor ez a része tulajdonképpen megvan. Hát egyébként meg szarállapotban van az autó, csak mondanám. Na és akkor most azt tudjuk csinálni, hogy kinyitjuk az ajtót. De nem tudom kiszállítani most. Lehet, hogy most nem tudom. Mindegy, de bekukucskálunk. Látunk-e valamit? Ugye semmi sem feltűnő jelenleg, csak olyan dolgai vannak, hogy hát nem figyel az autóra. Jó napot kívánok, ide is becsekkolnék. Halló? Üdvözöllek, szia, hello. Ezt azért kinyitjuk, jó, itt nincs semmi. Én azt gondolom, hogy rendben leszünk. Nem leszek most olyan vénzsebb, zsémbes, mint az előzőekben. Oké. Igazából rendben vagyunk. Beengedhetjük. Várjál, van-e még itt ilyen registration, expiration? Igen, az még nem járt le. 81 áprilisa van. Április 26-án fog lejárni. Pár napja volt a szülinapja. Hát Isten éltessen az anyád úristen itt neked. Na, akkor viszont odaadjuk neki. Igen, flat tires nem volt, missing mirrors, hoppá, várjál csak. Missing mirrors. Aha, van egy missing mirrorunk is. Nem úgy van ám az. Na várjál csak, még azt a missing mirrort beírjuk szépen. Egy darab. Azt hiszem más nem volt, mármint más nem vettem észre, úgyhogy gondolom nem volt. De attól függetlenül még lehetett, úgyhogy most akkor azt mondom neki, hogy oké, köszönöm szépen, és akkor taka. Tulajdonképpen őt beengedjük. Finally.
Hát úgy hagytuk neki az autót. Na, ma bocsánat. Oké. Tehát az elsővel végeztünk is. Micsoda tuning mutyi jön, oda nézzé. Hoppapapapapapap, Flattire, azt már azonnal írjuk is befele. Na, adod a papírokat. Igen. Elveszük. És akkor egyből egy Flattire-t azért már be is írunk. Na, ha ezzel megvagyunk, akkor először egy mérés következik. Azt mondja, hogy 950 kg. És ez itt mennyi? 660. Jó, ezzel rendben vagyunk, viszont itt miért pirosodik ennyire valami? Oké, ez itt meccsel, van egy ilyen belépési engedélye is. Hopp, 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 hát őt már biztos nem engedjük be, mert a belépési engedély az semmivel nem egyezik, és nem is valid, csak mondanám. És ez sem meccsel. Hoppá, hoppá, hoppá. Oké, várjál csak. Hát itt most igazából csomó minden nem. Ez sem. Lejárat, passport number sem. Talán egyelőre registration number. Oké, nézzük meg csak a rendszámot szépen. Jan 1364 EV. Jan 1364 EV, ez itt rendben van. Jan 1364 EV, ez is rendben van, de hát őt ugye már nem is engedjük be. Ja Istenem, ez itt miért van nyitva. Jó, rendben. Mit lehet még itt megnézni? Dikasz, hát téged nem engedlek be, ne pofázzál vissza. Az anyád úristen itt neked, leállítom az autódat, he. Hogyan kell? Lights on. Oh, még azt is meg tudjuk nézni, hogy a lámpákkal mi van. Hát, törött egy. Hány törött lámpád van az anyád úristen? Egy törött lámpád van, és egy darab Flattire. Hát, ezt most aztán, jaj. Ezt most aztán megszívtad. Azt mondja, hogy broken lights egy. Azt mondja, Flattire. Flattire egy, ezt már be is írtuk. Jó, ablakok ügyileg hogy állunk? Hogy rácsuktam az ajtót? Ablakok azok stimmülnek. Hogyan van a... Aha. Lámpa. Hát figyeljetek. De oké, én ezt értem, most sokan fogjátok írni, de miért csinálom ezt? Hogy kicsit belenyúkálok az autóba. Azért srácok, mert ő hamis dokumentumokkal jött ide. És ezért életszerű, hogy akkor átkutatom. Értitek? Még ezt nem tudom, hogy csinálom, mert nem tudom kiszállítani. Never mind this. Inspection. De nincs finished. Hát én áttakarom, csak még nem tudom kiszállítani őket. Lehet akkor nem is kéne. Jó, mindegy, nem engedjük be, az már biztos. Úgyhogy akkor igazából szerintem ennyi. Azt annyi, hogy hogy más nagyon nem volt, amit én úgy észrevettem, de hát denied-oljuk. Szevasz, hülye gyerek. Az anyád picsáját neked. Na, húzzál hátra. Flattire-ös köcsög. Szóval, hogy én most szívem szerint szétbarmoltam volna az autót, azért, mert hamis dokumentumokkal próbált átjönni a határon. De úgy látszik, hogy ezt nem kellett megtennem. És így is sok pénzt kaptam. $240 van egyébként, jöhet a következő. Remélem tetszik nektek is. Hogy testvérgyem, hát itt annyi probléma van, hogy el sem tudom mondani. 1290. Ne pofázz. Add oda a cuccokat. Na, figyeljetek. Akkor első körben is. Hát megnézzük ezeket. Az meccsül. Az is meccsül, jó. Hát ez már lejárt, testvérgyem, tehát hogy nem nagyon valid az. 1980-ban járt le, itt látjátok 1981 van. Tehát egyszer is, már nem jöhet be, ugye? Valid expiration. Oké.
Passport number. Hoppá! Gyerekek! Gyerekek! Hát itt megint az van, hogy hamis dolgokkal akar bejönni. Oké, akkor nézzük meg a rendszámot. ZPX85, nem tudom mi volt. ZPX8599BH. Igen, az ott rendben van, ugye? 8599BH. Oké, nézzük meg a hátsót is. ZPX8599BH. Oké. Ez rendben van. Őt se tudom még kiszállítani? Itt volt egy ikon, ugye, hogy ki tudom szállítani, és most nem igazán van. Hát egy Broken Lights-unk is, vagy Broken Window is van. Egy darab. És fényekből... Mennyi? Fényekből egy darab törött. Oké, akkor... Oké, van egy. Broken Lights, Broken Window. Hey. Oké, Flat Tire. Hop, 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 hop. Ezt nézzük csak át. Medorad hurka. Ilió mei a hatmasaját. Nézd meg. Hoppá, egy Flat Tire-ünk is van. Nem úgy van ám az. Boom. Oké. Egyelőre más nem vélek felfedezni. Hát te sokám. Nézhetsz. Lights on. De azok fel voltak nyomva, ugye? Most én kapcsoltam le. Szépen. De közben meg nem. Hát mit tudom én már. Jó, én azt gondolom, hogy elég. Tehát, hogy tulajdonképpen meg vagyunk. És mivel melyik mi volt lejárva? Ez. Hát akkor nem engedjük be. Testvérgyem. Készen vagyunk. Annyi, hogy taka van. Vacsod Dajnara. Na, hogy ma még telepődjél meg, Broken Window? Az anyád picsáját neked. Húzzál vissza. Jó. Na, hát ezzel is meg vagyunk. És van, jöhet a következő autó. Szevasz. Na, figyeljetek csak oda, már $380 van. Nem úgy van ám az. Jó napokat kívánok. Jaj, micsoda autó. Hello. Az előzőn én néztünk izét. Súlyt. Lehet elfelejtettem. Jaj, te ez ilyen jampi autó, mi? Jaj, de kasz. Na. Mutasd. Azt mondja, hogy Osman. Ó, figyelj, ezzel meg minden meccsül. Ó, és még mennyire valid. Oké. Szeptemberében jár le. Jó, ezzel is rendben vagyunk. TJX1138KK. Ez a rendszám. T... Nem valid. Ó, Istenem. Pedig már azt hittem, hogy lesz egy ember, akit átengedünk, de hát... Kusoljál már, hát keresem éppen az izét. Bum. Oké. Ide már benézünk, ha már itt vagyunk. Hát én nem látok semmit. Egy Flat Tire már biztos van. És itt se jó a rendszám. Oké. Aha. Ó, de milyen pofás belülről. Az anyád úristen itt neked. Jó, rendben. És nem tudom kiszállítani? De miért nem tudom kiszállítani? Hát eddig ott volt egy ilyen menüpont, ha jól emlékszem, persze. Lehet, hogy én téveztem el. Úgyhogy előre is elnézést, hogyha én cseszek el valamit ebből a szempontból. Na, nézzük a hány kiló ez a cucc. 2000 a maximum. És akkor itt mennyi van? 1480. Jó, hát Flat Tire-t beírtuk. Nem írtuk be. Egy Flat Tire, boom. Viszont, mivel a rendszám nem stimmel, én úgy gondolom, hogy nincs joga belépni, természetesen. És látjátok, le se tudom még csukni. Szerintem ez ilyen egyelőre csak ilyen pitty-putty melók, mert... Onnan jön, nyitott. Jaj, szegénykém, szevasz.
Tehát ezek még szerintem ilyen kis pütypüty melók, ilyen gyakorlás szinten. Aztán majd gondolom alakulnak a dolgok menetének az állása. Szavasz, vissza se gyere. Úgyhogy igen, és bocsánat, hogy ilyen halkan beszélek, de rohadt korán van. Mi van? Wrong papers check. Mi? Mit? Valamit nem néztem át, vagy valamit rosszul néztem át? Nem tudom. Jó, mindegy, hát megesik az ilyen. Aztat mondja, jó napokat kívánok, jaj. Mutasd, 1230 kg. Hello. Add rá a papírokat. Miért ilyen? Úgy beszél mindenki, mintha utána engem. Mondjuk ez meg is eshet. Semmi nem meccsű megint. És nem tudom még lecsukni, az a nagy szerencséje, mert én már lecsuknám a rákba. Hát itt közokirat hamisításról tesz tanult bizonyságot. Viszont valid, csak nem az övé. Passport number, az meccsül. Jó, még nem járt le. Oké, akkor novemberben jár le. Jó, a rendszámot kéne átnéznünk. Első körben QS8690HJ. QS8690HJ. Oké. Jaj. QS8690HJ. Oké. Nincs itt semmi, egy flat tire, az már biztos, hogy van. Igen. Kusoljál lefele. Hülye gyerek. Oké. Akkor azt mondja, hogy egy flat tire. Boom. Befigyel. Nagyon más itt nem volt, nem? Hát, benézünk ide is. Hát, most szívesen szétcseszném, de szerintem... Várjatok, nincsenek izéink? Itt ilyen kés, meg ilyesmi? Habár... Mert... Opa. Nincs semmi? Egyelőre még? Opa. Az miért így nyílik? Azt a rohadt teget, de megijedtem, hallod. Majd becsokiztam. Jó, nincs egyelőre semmi cuccunk, amit tudnánk használni, úgyhogy nem csesszük szét az autóját. Szerintem ez még tényleg ilyen kis bemelegítő. Úgyhogy hát denied-oljuk egyelőre, ezt tudjuk csinálni. Azt ennyi. Várjál, ami nem stimmelt a... Ó, ezeket be kéne írni, mert elfelejtem. Tehát a először is a neve, az már nem stimmel. Jó, tehát a passport number az stimmel. Vehicle card, az sem stimmel, csak azon nem, nincs olyan. Vehicle type, hát a vehicle type az RV. A vehicle type. Én ezt itt találom meg? Szerintetek? Hát, mit tudom én. Valahol gondolom meg kéne nézni, de most... Ha még... Tehát ezzel effektív annyira nincs gond. 1700 a max kiló, 1230. Egyszerűen csak denied-olom. Nem engedjük be. Oké, mi volt még? Ennyi szerintem. Csak a neve nem stimmelt, ugye? Több helyen. Lehet valamit elcsesztem. Szevasz, testvérgyem. Majd csukd le. Vagy automata? Automata. Hello. Kellemes éjszakát és időtöltést. Na, megtörtént az első napunk. Ezzel is. És akkor innentől kezdve most el tudok menni aludni, és akkor innen fog folytatódni a következő nap. Hát elég kis csóresz helyen fogunk aludni. Úgyhogy srácok, igazából alig rontottunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így első napnak ez teljesen jó volt. És akkor, hogyha tetszik nektek a cucc, akkor innen folytatnám. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ebben a videóban. Írjátok meg kommentben a véleményeteket, ne felejtsétek el, megtaláljátok a leírásban a notebook.hu-t, ahova tessék felcsekkolni, ők a csatorna fő támogatói, illetve az Instagramomat is megtaláljátok. Na most, akkor itt elmentem, és innen folytatjuk következőre. Hello, hello, szevasztok! I saw, but my run through the money, depression be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back.
Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling.